Üdvözlök mindenkit a Kisvárda Master Gudese Hunga Szombathelyi KKA mérkőzés sajtótájékoztatóján. Üdvözlöm a vendégcsapat vezetőedzőjét Marosán Györgyöt és játékosát Walt Kirárt, a hazai csapat vezetőedzőjét Bakó Botondot és játékosát Veronika Habankovát. Megkérném a vendégcsapat vezetőedzőjét, értékelje a találkozót. Ez a harc. Számomra kevésbé, amikor nagy nyerőt leadtuk és visszajött, Botondnak meg az a részből, ami élvezhető. Hát nekünk magunkra is pedig a célunk, ugye egy nagy matematika versenyben vagyunk, most a légátékbenünk egy pont az azt mondjuk jelenti, hogy kettő. Ugye a végén már kockáztattunk annak az irányába, hogy kettő pont legyen. Azért örültem volna, hogyha az utolsó lövés sikerült, de amilyen jöttünk, azt elvittük. Megint csak volt miből tanulni, de szépen, hogy sikerült a célunkat elérni, körülbelül valami sok sikert kívánok is. Megkérném Walt Kirárt, értékelje a találkozót. Először én a teljeszeretnék a Kisvárda csapatának. Úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és igazából az 50. percig dominálhatottunk. Viszont a végjátékban most sikerült, ahogy terveztük, viszont tényleg örülünk el az egy pontnak is, és igyekszünk a továbbiakban hasonló játékot. Köszönjük. Megkérném a hazai csapat vezetőedzőjét, Bakó Botondot, értékelje a találkozót. Köszönöm mindenkit, gratulálok a Szombathelynek a mérkőzéshez. Azt gondolom, hogy megérdemelték az egy pontot mindenképpen a játékközkép alapján. Sajnos olyan mennyiségű technikai ventvét tettünk, amivel nem lehetett a mérkőzés nyerni. Illetve az első fél időben nagyon-nagyon gyenge kapus teljesítményünk is volt, 3 védés volt összesen, a második fél időben a Dalmának volt pár védése, és talán egy picit a védekezésünk is mozgékonyabb lett, ebből tudtunk építkezni, és tudtunk pár gyors gólt lőni, de azt gondolom, hogy ahogyan elkezdődött a második fél idő, az az 5 és fél perc, nem egészen 6 perc, vagy egy 5-0-ás sorozattal kezdtünk a negatív irányba, az és 15-13-as időjárás volt, meg 20-13. Ez nagy mértékben meghatározta a mérkőzés további kimenetelét. Föl tudtunk ismételten állni és egy pontot szerezni, de azt gondolom, hogy célunk az egyértelműen a 2 pont volt, úgyhogy nem lehetünk elégedettek, és azzal se lehetünk elégedettek, hogy egy nagy hátrányt megint ledolgoztunk, és egy pontszerzésre hoztuk, mert azt gondolom, hogy stabilabb és jobban kell játszani. Bízom benne, hogy a Pásztor Betti észhez kap és összekapja magát, mert az elmúlt időszakban minden teljesítmény nyújt, az nem méltó hozzá, és nem is várjuk, nem is ezt várjuk tőle. Azt gondolom, hogy neki a csapat egyik vezérének és motorjának kellene, hogy legyen, mert csak óta nem tud sajnos hozzátenni a mérkőzésekhez, vagy csak nagyon-nagyon keveset. Őt kell megtaláljuk, hogy hozzon egy magasabb szintet. Örülünk természetesen a Dalma teljesítményének, hogy hozzá tudott tenni, de azt gondolom, hogy ennél sokkal stabilabb hátsó alakzat kell ahhoz, hogy mérkőzést nyerjünk, illetve ebből nem szabad ennyi technikaibát elvéteni. Mannikának azt gondolom, jól jöttek a lövések, jól játszott, és ez is nagy segítség volt. Harcolunk közülünk, ez nem minden, még hozzá kell tenni plusz, hogy megnyerjük a mérkőzéseket. Köszönöm, megkérném Veronikát, érzékelje a találkozót. We won't win, but in first half we do a lot of technical mistakes. Győzni szerettünk volna, de az első félidőben nagyon sok technikai hibát vétettünk. And we start moves in half time, coach tell a lot of things, what we do and what we can, and we start second half, I think, better. A fél időben Moti elmondta, hogy mit kell csinálni, és mit tudunk megcsinálni, így el is kezdtünk feljönni. But I think second half was better, we should go, but finish the match, not we lost, but X in the two technical faults in defense. A második fél időben elkezdtük csinálni,
amit tudunk. Ez sajnos csak egy X-re volt elég, mert a végén még két hibát vétettünk a védekezésben. Köszönjük szépen. Sajtó részéről kérdés. Köszönjük az értékeléseket.